Négy korosztály számára rendezett felkészülési tornát a Nyíregyházi Kosársuli. A Szent Imre Gimnázium csarnokában sorra követték egymást a meccsek. A serdülőknél a Szexárd, a junioroknál a hazai csapat végzett az élen. A felnőtteknél a Nyíregyházi Kosársuli a beadott 78-54-re, a Török Flór is 74-59-re győzte le, a Szexárdtól viszont 82-64-re kikaptak Farkasinszky Gyuláné tanítványai, akik így a második helyen végeztek. Az amatőr NB1 az ugye érdekes volt, mert ugye ott viszont a juniorokkal töltöttük föl az idősebbeket, tehát azért itt egyik korosztályba se állunk annyira fényesen, hogy csak egy komplet korosztályt tudjunk versenyeztetni, de nagyon jól szálltak be, tehát nagyon jó mérkőzéseket játszottunk. Egyedül a szexádi csapattal nem igazán bírtunk, akik ugye az egész belső letámadás és olyan kinti dobó százalékkal dobtak, amit itt szezon elején szerintem ez igencsak ritka. A kadetteknél az NK és a Török Flór is és az MTK Budapest B csapatát legyőzve jutott a döntőbe, ahol a Debreceni Kosárlabda Akadémia elleni 75-45-ös sikerrel megszerezte a tornagyőzelmet a Nyíregyházi gárda. Egyedül a kadettjeink azok, akik komplet sorra tudtak fölállni, tehát velük volt talán a legkönnyebb, mert ők az előző évben azért sokat játszottak így együtt, és talán ők voltak azok, akik a legegységesebben, legpontosabban kosárlabdáztak. Ott vannak még olyan dolgok, amiket javítanunk kell, tehát egyértelműen látszott itt a mérkőzéseken, de nagyon biztató jelei is voltak. Én úgy gondolom, hogy ez a hét az maximálisan jól szolgálta a felkészülést a következő bajnoki idényre. Ugye mi itt a hétvégén már egy selejtezőt fogunk játszani a juniorokkal. A nyíregyházi juniorok szombaton a Vasas Pasaréti Sportcentrumban a Vasas Akadémia B csapata és az MTK Budapest ellen lépnek pályára.